Mérföldkő egy darab születésének folyamatában, ha a próbatermi helyszín után elkezdhetik a díszletbe illeszteni a jeleneteket. Szabó Máté rendező egy évig érlelt koncepción dolgozott a művészekkel, erős színészi alakításokat kért. Ehhez hasonlóan részletgazdag lett a Puccini operához készült díszlet is. Bizonyos dolgokat a próbák alatt is kitapasztaltunk, amiket változtatni kell. Ez rengeteg kis elemet, ezt mind el kell helyezni, van, amikor milliméterek számítanak, hogy megy el. Több mint 60 tagú énekkar, majdnem 30 tagú statisztéria, plusz a szereplők, a 100 ember. A lépcső állandó elem mind a négy felvonásban. A két főszereplő a szerelem és a pénz közt törlődő Manon és az ő szerelméért tepekedő Degrillő lovag jelenfejlődését szimbolizálja. Ez az ív Horesnyi Balázs díszlettervező szerint jó példa arra, hogy zene és tér hogyan lehet egyszerre szinte ugyanolyan fontos kifejező eszköz. Maga a reális tér hogy tud átmenni hangokká, hogy tud átmenni a zenével? Ennek volt egy erős példája a Villa Farnese Rómában, ami egy nagy inspiráló tér volt, és ebben a Máté rendkívüli partner volt, hogy ez neki egyből megtetszett, ez az egyteres gondolat. Hogy itt lényegében a kettőjük szívében történő történet van kivetítve. A lépcső egyébként titkokat rejt. Van egy meglepetés fönt, most nem tudom, hogy mondjam, mert nem akarok mindent lelőni, de különböző szintek vannak, és akkor fönt is történnek események, meg kell érkezni. Ha az ember felmegy a lépcsőn, akkor ott fel lehet jutni, és tulajdonképpen nagyon sokáig ki is van dolgozva a díszlet odabent a lépcsőn belül is. Van meglepetés a jelmezműhelyben is. Az eredetileg a 18. században játszódó kisregény Füzi Randi jelmezeivel a 19. századba költözik. Claude Monet vagy a plakátfestő Toulouse-Lautrec világának sajátos öltözékeit idézve fel. Hát például a turnőr a század közepétől a század végig, ami ma már nincs. Tehát a turnőr az tulajdonképpen, ami lehet egy farpárna, vagy egy furcsa abroncs szerkezet, amit a ruha alatt viseltek, a fehér nemű fölött, és az adta meg ezt a sziluettet. Öt műhely február óta gyártja a több száz öltözéket, amelyek egyenként általában hat elemből állnak. Az elemek között vannak ezek a 19. században már különbségnek számító hajfejdíszek is. Ez a hajfejdísz, ez ebből lett, ez itt készült, a fejdíszkészítő lányok csináltak, ez egy fémváz, amit csipkével vontak be. Ez az alap, és ezzel a műhajjal borítottak be, ez egy elemelt rokokó paruka. Pausár Gyula cipészmester szerint minden szereplő szívesen viselné akár az utcán is a darabhoz készült gombos cipőjét, csizmáját. 5 hét alatt több mint 100 egyedi mintás lábbeli készült el, névre szóló kibőrözött kaptafákkal. Manon nehézségét az adja, hogy olyan korabeli lábbeliket kell készíteni, amelyek elég időigényesek, főleg a felső rész terén. Tehát, hogy hosszú csizmák, gombosak, díszítettek, ez sokkal több időt vesz igénybe, mint akár egy puha szárú csizma. Így különleges díszletek és nagyon mutatós jelmezek között elevenedhet meg a szerelem és pénz vonzásában vergődő fiatal lány ismerős története. A Manon Lescaut nagyszabású, vadonatúj előadásában a fülnek kellemes dallamok tehát feltétlenül szemet gyönyörködtető világban is csendülnek fel.